9 személy halt meg az elmúlt 24 órában, 7 férfi és 2 nő. Átlag életkoruk 69 év. Eddig összesen 94-en veszítették el a harcot a kór ellen Szerbiában. Az elhalálozási arány 2,11%-ot tesz ki. Megjelenése óta országszerte 4465 embert fertőzött meg a koronavírus. Jelenleg 3006 pácienst kezelnek kórházakban, lélegeztetőgépen 136 fertőzött van. Az újvidéki székhelyű Vajdasági Klinikai Központban 135 koronavírusos beteget ápolnak, köztük 80 vannak lélegeztetőgépen. Dr. Dária Kiszics-Tepavcsevics, a Batut Közegészségügyi Intézet igazgatóhelyettese arra figyelmeztetett, hogy ez már a második nap, amikor ugrásszerűen nőtt az újonnan megfertőződöttek száma. Ovo nam je jedna opomena kako ne smemo da se opustimo, kako sada treba najviše snage, volje i želje da imamo da učinimo sve napore da se što pre izborimo sa ovom epidemijom. A fertőzés fő gócpontjai most a Nis, Csupria, Paracsin, Alexinac, Prokuplje, Leszkovác vonalon van, hangsúlyozta dr. Predrag Kóni járványügyi szakember. Ezzel szemben Vajdaságban van a legkevesebb fertőzött. U Vojvodini sada gotovo da se potpuno smiruje situacija, što ne znači da virusa nema, ali je daleko manje prisustvo u testiranima. Znači, od testiranih svega je 7 do ispod 10% je prisustvo, dok u ovim delovima koje sam pominjao, ta prisutnost nekad ide i do blizu 50% od testiranih, što direktno pokazuje da je aktivnost virusa veća. A szakemberek szerint egyelőre nehéz megjósolni, mikor lehet enyhíteni a mostani szigorú intézkedéseken. Ha felelősségteljesen és lelkiismeretesen cselekszünk, és a napi új megbetegedettek száma majd csökkenő tendenciát mutat, akkor lehet elgondolkodni a rendkívüli állapot fokozatos feloldásán, tették hozzá az egészségügyi szakértők. A szerb pravoszláv egyház vezetőinek kérelméről, miszerint a húsvéti miséken tegyék lehetővé a hívek megjelenését a templomokban, a szakma véleménye egyértelmű. Bármely olyan összejövetel, amely növeli a fertőzés kockázatát, nagyon veszélyes a lakosság általános egészségére jelenleg. Nincs kompromisszum, a szakma véleménye világos a kérdés kapcsán.